édesapám halála után olyan 17 és fél éves koromat követően az általam vártnál gyorsabban nyílt a világ számomra. Igaz, hogy már akkor is önálló zenekarral próbálkoztam, és voltak is fellépések, és jártam az országot. Emlékszem, hogy nagyjából az érettségére és ballagásomra is úgy érkeztem meg, hogy előtte éjszaka egy Eger környéki fellépésre jöttem haza, édesanyám szegény ki volt borulva, de odaértem a ballagásomra, atya úristen, mik voltak. A 21. év volt az, amikor fogtam a sátorfát, és egy nagyon híres csepeli mosókonyhába, gyakorlatilag egy pincébe, egy alaksori pincébe beköltöztem, és ott építettem fel a kis életemet. Nagyon vágytam arra, hogy a céljaimat elérjem, és azt, amit lehetett innen már, az is több volt, mint ami egyébként ilyen értelemben várható vagy átlagos. Mindig azt a környezetet kerestem, ahonnan eljöttem. Én a Kása erdő mellett, a Radnóti utcában éltem. Azt a környezetet megtalálni nagyon nem tudtam, de mindig olyan helyre költöztem Pest környékén, ahol már mögöttem nem volt szomszéd gyakorlatilag, mint ahogy bizonyos értelemben itt Vásán is így volt. Kerestem azt a közel a nyüzsgéshez, de mégis távol mindentől érzést, ami itt megvolt. De hát azt azért nem találtam meg. Ritkán járok haza, tehát hogy ritkábban, mint szeretnék. Nagyon nagy élet volt, csupa számomra, nem tudom, biztos, hogy minden gyerek ugyanígy van. Számomra csupa varázslat volt minden. Tehát a gyerek, amikor megtapasztalja, a fiatal felnőtt, mini férfi megtapasztalja első lépés a határait, az első csajozós pillanatait, az első pofonokat az élettől. Sose felejtem el, apukámnak a térdén ültem, két nővérem ott állt, négyes spirituálik a zongorázott apukám, és énekeltünk együtt. De ha mi utaztunk is, énekeltünk egyfolytában. Mi ilyen család voltunk, és vagyunk. Azt is öröm látni, hogy édesapám is hagyott nyomot. Nem csak úgy materiális, kézzel fogható dolgokban, sokkal inkább az emberek szívében és lelkében, meg az emlékezetében. Lehet, hogy túl sűrűn jut eszembe az utóbbi egy-két évben, hogy annyira lennék itt és itthon. Én nem tudom még, mit hoz a jövő. Ez nem egy annyira megfontolt kijelentés, de bármi benne lehet a levegőben, akár még az is, hogy fogja magam és hazaköltözzek. Megvannak a bevett kis köreim. Nem biztos, hogy mindent elárulom, de természetesen elkanyarodok arra, ahol sok éven keresztül éltem, ahol születtem, felnőttem. Vannak olyan gyerekkori pontok, amiket szintén körbejárok. És vannak meg emlékezős helyek is. Tehát, hogy nekem ez egy teljesen rituális dolog. Tehát, ha vásárra érkezem, van, hogy érkezéskor és mielőtt elmegyek is, ezt megteszem. Ez egyfajta olyan nem kis lelki béke, kis szívembe béke, visszatérni ugyanoda, átélni egy kicsit a régi élményeket, emlékezni, jó ez is emlékezni, még néha, ha akár fájdalmat is ébresztő emlékek is előjönnek, nyilván sok minden, de annyira jó, az ember közel érzi magát, tényleg közel érzi magát. A gyerekkorához is, emberekhez, sok mindenhez. Jó hazajönni. Megint ezt kell mondjam, jó hazajönni.